értelmezésre alig képzelhető el a szokramatista kiáltvány, mert a tárnyékű világ idézése nélkül, és ha nincs is konkrét utalás, intuitív módon is meghatározó a szöveget tartalmam. Nem célom az így létrejött előzetes sémák vagy megközelítési módok megbontása, és azt hiszem a szövegek elolvasása után nem is tudnám ezt megtenni. Inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy már egy tiszta művészete, nem, vagy legalábbis nagyon nehezen közelíthető meg tisztán, vagyis a szövegek adtárműtetése nélkül. Ezért röviden érdemes kitérni egy kicsit más nézőpontból, a legtöbbet idézett szuprematista kiáltványra. A szöveg, amellett hogy utopisztikus és idealista, tartalmazza az avantgárd kiáltványok sajátosságait. Alapvetően kijelenti és állít, támadja és elítéli a múltat és a jelent, valamint az aktuális társadalmi berendezkedést, humorizál, nincs benne irónia, nem hivatkozik, nem idéz, és nem kérdőjelezi meg önmagát. A szöveg nemhogy nem toleráns, de radikálisan kirekesztő. Az érzet kizárólagos fennhatóságát, vagyis szupremenciáját hirdeti, minden egyéb, úgy mint tudat, akarat, dolog vagy képzelet, értéktelen vagy érdektelen. Ez jelen esetben nem kritika, hanem megállapítás. Ez a kirekesztő attitűd és radikalitás úgy vélem természetes és szükségszerű, hiszen idealista gondolatmenetről, világnézetről van szó. Feltehetjük a kérdést. Az idealizmus szükségszerűen kirekesztő? Azt hiszem, igen. Ezzel szemben, vagy ettől függetlenül a mai művészet, vagy inkább az, hogy ma minden összetű művészetnek inkább toleráns és befogadó, mint kirekesztő. És ez nagy mértékben Málerisnek is köszönhető. Ez a megállapítás a korábbiak könyvében kicsit ellentmondásosnak tűnhet. Azonban mégsem az, hiszen Málevics az avantgárd művészekhez hasonlóan úgy rombolta le a klasszikus konvenciókat, és úgy épített fel egy új művészetet, hogy egyes alkotások kapcsán, mint például a fekete négyzet, egyáltalán felmerülhet a következő kijelentés a nézőben. Ezt én is meg tudnám csinálni. Anélkül, hogy a mondat banalitására, illetve jogosságára kitérnénk, mert úgy gondolom jól lehet banális, ám, de mégis jogos, inkább a kijelentés mögött meghúzódó új paradigmát emelnénk ki. Vagyis Málevics művészetének köszönhetően új művészetfogalommal kellett számolnunk. Megváltozott az alkotások státusza, a múzeum funkciója, a néző szemek szerepe, a művek interpretációjának lehetősége, vagyis paradigmaváltás történt. Tehát az utókorra gyakorolt hatását tekintve Málevics művészete sokkal komplexebb képet nyújt, mint amennyit szövegeinek szűrője láthatni engedt. Maga a művészet, illetve maguk a művészek nyújtanak új olvasatokat. Így két, a kiállítás mozgató irányról beszélhetünk. Egyrésztről Málevics hatása a utókorra, másrésztről minden itt kiállított művön keresztül vissza is nézhetünk Málevicsre. Málevics hatásának sokszínűségét jól reprezentálja a kiállítás, annak ellenére, hogy a jelenség csak egy töredéke került bemutatásra. Málevicshez, illetve a művészetéhez való viszony rendkívül változott. Érintheti egész munkásságát, filozófiáját, vagy személyén, illetve egyenlőtét. A legnépszerűbb forrás természetesen a fekete négyzet. Az attitűd lehet direkt vagy áttételes, lehet komoly, humoros, ironikus vagy filozófikus visszakérdezés, és lehet egyszerre mindenki. Málevics sok esetben csak egy-egy műtetője, azonban egyes művészek esetében az egész életművet áthatja, és a viszony annyira összetett, hogy nehéz tisztán látni a kapcsolódási pontok rendszerét. A reflexiók esetében műfaji kötöttséggel sem kell számolnunk. Az itt kiállított művek között találunk festményt, plasztikát, objektet, verset, animációt, akciót, grafikát és fotót is. A kapcsolódási jellegét, illetve a viszonyulás módját sem lehet általánosan leírni. Jelen kiállításon láthatunk reprodukciót, és ez esetben nem másolásról, hanem szó szerint újra létrehozásról van szó. Láthatunk parafrázisokat, ahol az egyértelmű felidézés tudatos eltérés kíséri. És láthatjuk, ahogy a fekete négyzet ismétlése és variálása szinte oldamensé alakítja azt. Emellett megfigyelhetjük, hogy a Málevicsi motívumok miként tűrik, ha egy másik művész jellegzetes stílusába és kontextusába helyezik. Más művek esetében elvontabb, indirektek és inkább filozófikusabb indítatással kapcsolódás. Egyes alkotásoknál szupramatista attitűdről beszélhetünk, máskor pedig a Málevicsi világnézetet tovább gondoló és egyben megkérdőjelező műveket látunk. Zárásként még annyit szeretnék elmondani, hogy a tárnyékügyi világban Málevics a kultúrák változását a betegség lefolyásával hasonlítja össze. Vagyis korszakváltás esetén a fennálló rendszer, mint az egyik
egészséges testet fertőzi meg a baktérium, az úgynevezett lapangolnál, mely átalakítja, átrendezi a fennálló szabályokat, és így jön létre egy új kultúra. Jól lehet, a Málevicsi ideális világ nem valósult meg, eddig legalábbis. Málevicsnek mégis sikerült metaforájával élve megfertőzni a művészetet és egyes művészeti tényezőket is. Így jöhetett létre ez a kiállítás, melyet ezennel megnyitom. Művészettörténészétben nagyon sokan segített, de sajnos nem jött össze az, ami